napot kívánok, hölgyeim és uraim! Köszöntök mindenkit az online térben. Balatonbogláról jelentkezünk. Ez itt a 24. Légrádi Antal Tehetségkutató Rockfesztivál. Mindenféle szabályozásokat betartva nagyon örülünk, hogy azért így is együtt lehetünk. És bármi, amíg elkezdődik az első, amit nagy szeretettel és tisztelettel közlök önökkel, mikrofonnál Mészáros Miklós, Balatonboglár város polgármestere. Köszönöm szépen a szót Tücsinek. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Köszöntöm a Légrádi Antal Tehetségkutató Rockfesztivál minden kedves résztvevőjét, a zsűri tagjait, versenyzőket, a segítőket és szervezőket. Sajnos valóban, ahogy a Tücsi is mondta, a közönséget most csak innen a kibertéren keresztül köszönthetjük, hiszen a világjárvány miatt most ebben az évben ők nem lehetnek jelen. Nem csak ez miatt rendhagyó ez a mai megnyitó, hiszen sok év óta, vagy talán évtized óta most először fordul elő, hogy nem lehet itt velünk Szentgyörgyváriné Légrádi Bözsi. Innen is nagy szeretettel köszöntjük, és azt remélem, és azt gondolom, hogy ezt talán mindannyiunk nevében mondhatom, hogy jövőre már, ha elvonul a járvány, mindannyian itt leszünk, ezen a színpadon is, ezen a nézőtéren, így legyen. A mai versenyhez jó tehetségkutatást kívánok a zsűrinek, a tehetségeknek pedig az, hogy legyenek ügyesek és érezzék jól magukat Bogláron. Szép napot mindenkinek, köszönöm, hogy meghallgattak. Viszontlátok. Köszönjük szépen, és akkor az egy és utolsó történet, amit el kell, hogy mondjak. Kiváló zsűri lesz, aki értékeli majd a fiatal tehetségek munkáját. Úgyhogy szeretném bemutatni mindenkinek a kiváló zsűrinket. Szalai Lilla, a Kaposvári Együd Árpád Kulturális Központ igazgatója. Igen, és akkor tartsuk magunkat a helyi értékes szokásokhoz. Egy nagy tapsot kérek minden zsűri tagnál. Köszönöm. Tehát. Andrásik, igen, Lilla, három és Andrásik Rémó, Hangszeresek Országos Szövetségének főtitkára, három és Csertek István, tehetségsegítő, a Peron Muzik Alapítvány ügyvezetője, fesztiválgurú, három és Gyémán Bálint, gitáros, dalszerző, zenetanár, három és Kremán Patrik, producer, zenei felvételvezető, az Organic Sound képviseletében, három és Nagy Géza, a Babel Camp ügyvezetője, három és Rúf Ferenc, zenész, zenetanár, fesztiválgurú, a Paksi Pop Rock Jazz Fesztivál szervezője, három és van egy csodálatos ifjúsági zsűrink, akiknek az a feladata, hogy átadják majd és eldöntsék, hogy ki kapja meg Újfalusi Gábor díjat, amit Rémó alapított, három és Muszti Anett gitáros, önkéntese az egyesületünknek, három és Pernec Réka énekes, a Helyi Érték Egyesület önkéntese, három és majd ideér, és Hudák Tibor, a Peron Muzik Alapítvány titkára, három és el kell még, hogy mondjam önöknek, hogy kik azok, akik nélkül ez a rendezvény nem valósulhatna meg. Köszönjük a támogatást Balatonboglár város önkormányzatának, a Babel Campnek, a Bújdosó Pincének, Együd Árpád Kulturális Központnak, Hangszeresek Országos Szövetségének, a Hanguru Kft-nek, a Hangász Produkciónak, a Huiber Pincének, a Kalász Pincének, a Katona Borháznak, a Kis Sziesta Étterem és Vendégháznak, a Konyári Pincének, a Légli Szőlőbirtok és Borászatnak, Légrádi Családnak, a Narrator Recordsnak, a Nemzeti Együttműködési Alapnak, a Nemzeti Kulturális Alap Öröm a Zene projektjének, az Organic Sound-nak, a Paksi Pop Rock Jazz Fesztiválnak, a Peron Tehetségkutatónak, a Tatrosz Büfének, a Varga Béla Városi Kulturális Központnak, és annak a 27 önkéntesnek, aki segít abban, hogy ez megvalósulhasson. Három is. Kedves vendégek, el szeretném mondani a rendet is. Zenekar fellép, csodálatosan előadja a produkcióját, a zsűri ott nyomban, ahogy befejezték a produkciókat, ha kívántok valami építő jellegű mondatot szólni hozzájuk, azt tegyétek meg. Zenekar el, jön a másik, és ezt 21-szer fogjuk megismételni a mai nap folyamán. Kérünk mindenkit, hogy a szabályokat tartsa, behasználják a maszkot,
és nincs más hátra, mint hogy bekonferáljam kiváló kolléganőnket, Pálfi Rozit, aki konferálni fog ma. Köszönöm, hogy együtt lehetünk, még csak így is. Első zenekarként a Dingo következik, Hévízről. Blues, rockabilly, illetve rhythm and blues stílusokban játszanak. Fegyver Neki Levente énekel, Tóth Gábor gitározik, Udvari Dávid a nagybőgönél, Ipcsics Aladin a doboknál. A zenekar ezt nyilatkozta magáról. A Dingo egy igazi, harapós formáció. Egy kis blues, egy kis rhythm and blues, és egy kis életigenlés. A csapat tavaly állt először színpadra. A 2020-as év általános problémái mellett egy tagcserét is át kellett vészelnünk, de idén újult erővel vetettük magunkat a munkába. A csapat saját szerzeményekkel dolgozik, amelyek már a klasszikusnak mondható stílusokban merítenek, de mégis frissek. Nem félünk más megközelítésből hozzányúlni a hangszerekhez, legyen szó a nagybőgön való riffelésről, vagy egy kis analóg szintetizátorról egy blues-dalban. Fogadják őket sok szeretettel! Mi is üdvözlünk mindenkit, mi vagyunk a Dingo. Ezt egyébként most innentől rendszeresíteni fogjuk, hogy ne tévesszen meg senkit ez a nagybőgő a színpadon, hiszen attól függetlenül, hogyha egy magányos anyukához bekopogtat egy vízvezeték szerelő, nem egy pornófilmet nézünk, ebben az esetben sem egy kimondott rockabilly zenekarról van szó. Jó szórakozást! Fényesebb is az alkupozíció, ezt vállalom. Elortam én mindent, amit rám aggattak, nincs súlya átamon. És nem kényszerből kell majd éhen vesznem. Önszántamból én így terveztem, ja. Ha húznak este sorban a fülke fényű nappalok, a kabin ablakából lesve minden utas, én vagyok. Mert az a srác is megmondta, bennem élik a múltat, megborzongat, hogy a szavamon szólnak, ja. Ha minden a nincsnek szól a szívben is, mondom, ez az attitűd, nyers jó bodor, éltet és mű. Ahol beleadtam, amit kellett, de mások helyett élni nem tudok. Ahol tehetném a jobbat, szebbet, az egész csak múló állapot. Ahogy egy moziba kelljen majd végignéznem, hogy az életem lett az apró pénzem, na nem. Minden a nincsnek szól a szívben, és én számolom, ez az attitűd, nyers jó modor, eltetés mű.
szeretetés múl. A tér belül mindig megvolt. Ha úgy könnyebb legyél egy kényszerű utazó, aki csak színleli, hogy sohasem hajtottam még tovább, 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 tovább. Hiddel túléljük bűntudatlan, aztán falhoz szorítva érzed újra, hogy a döntés az kérés a húsba írva. De hogy könnyebb legyél egy kényszerű utazó, aki csak színleli, hogy sohasem hajtottam még tovább. Thank you.
Köszönjük szépen! Hahú, király volt. Kezdésnek meg aztán pláne. Tök jó volt, nagyon bírtalak benneteket. Hajrá! Én csak annyit mondanék Aladdinnak, hogy te a zenekarok álma vagy, mert ugye mindig mit mond a zenekar a dobosnak, hogy játsszam el halkabban, de te ezt meg tudod csinálni, szóval ez tök jó, pontos volt, dinamikus a játékod, nekem nagyon tetszett, meg összességében a produkció is, gratulálok. Aha. Jó, köszönöm. A következő zenekar a The Fumes Budapestről. Alternatív pop-rock stílusban játszanak. Bán Rebeka énekel, Berta Márton gitározik, Drozdik Sándor zongora, Szalai Viktória basszusgitár, Huber Péter dob. A Fium zenekar 2020 nyarán alakult. Céluk egy autentikus hangzásvilág kialakítása, különféle stílusok ötvözésével. Stílusban leginkább alternatív, pop-rock vonalat képviselik. A zenekar tagjai fontosnak érzik, hogy a jelenlegi helyzet ellenére kitűzzenek maguk elé egy olyan célokat, mint ez a mostani lehetőség, és hogy motivációt lejjenek a mindennapokban. Köszöntsék őket sok szeretettel! Szép napot mindenkinek! Mi vagyunk a The Fumes zenekar, és köszönjük, hogy itt lehetünk! Kell.
Köszönjük. Ha
láttalak, de kedves árnyalak. Mondták, hogy máshogy lesz majd. Mondták, hogy úgy is jön a baj. Ha-hó. Na, hát gratulálok, tök ügyesek vagytok. Nagyon tetszett egyébként ez a komplex gondolkodásotok a zenében, főleg a harmadik dal nagyon-nagyon-nagyon bejött. Egy picit ilyen megilletődöttnek éreztelek benneteket, úgyhogy azon kéne majd azért dolgozni, hogy amikor fölálltok színpadra, akkor én is elhiggyem, hogy ide nekem zenéltek. Egy picit sok volt a magam elé nézegetés. Billentyűs kollégára ez nem vonatkozik, és a dobosra sem, de a többiek egy picit ilyen magába szállós adtátok elő, és azért arra figyeljetek oda, hogy engem kell meggyőzni arról, hogy ti amúgy ezt itt nagyon szeretitek csinálni, meg minden. Látszik ez, csak ugye mégiscsak ez az egy előadás, tehát elő is kell adni ezt a sztorit, de ezzel együtt szerintem iszonyú aranyos és jó irány az, amit csináltok. Ahogy mondtam, nekem a harmadik dal volt az, ami szerintem a jó irány, és az követendő példa. Tök jó volt, egyedi volt, és bírtam az egészet, úgyhogy gratulálok. Szép volt. Nekem tetszett nagyon, főleg a daloknak a struktúrája, ahogy felépül, mert hát szerintem az ilyen zenekarokért érdemes itt ülni. Egy picit lebegett egy bizonytalanság az egész zenekar fölött így, az egész produkció alatt, amit a Rémó is elmondott, én is észleltem ezt. A billentyűst kiemelném például, mert amiket alátoltál ott a zenébe, az szép munka volt nagyon. Hát hallani, hogy még friss a formáció, ugye azt mondtátok, hogy tavaly óta működtök. Igen, hogyha a megszólaláson dolgoztok egy kicsit, hogy a hogyanon, tehát a mit az nekem tetszett, a hogyan az még szerintem annyira nem erős, ha azon dolgoztok tovább, akkor ez egy remek zenekar lesz. Köszönjük! Gratulálok, tényleg nagyon szuper produkció volt. Én egy kicsit hiányolom, hogy nincs dinamika. Nem jutok zenéből egyik pontról a másikba. Nagyon egy helybe, de ez csak érzés, egy helybe vagytok. El kéne jutni a nótának, legyen egy csúcspontja, ahova mindenki egyszerre érjen oda, mert akkor jó az együttzenélés. Ezt hiányoltam egy picit. Tehát úgy szépen ment a nóta, kicsit melankolikus volt számomra, úgyhogy egy kicsit több dinamikát, meg ahogy a Remo mondta, egy kicsit több lendületet belerakni. Köszönöm.
A következő zenekar a Crude Marceliból modern metalt játszanak. Ábrahám András Dávid énekel, Ángyán Miklós basszusgitár, Barát Gábor ének, Fazekas Gábor gitár, Sinkovics Máté dobok. A Crude zenekar egy 2020 nyarán alakult zenekar. A banda alapját egy távolra visszanyúló gyerekkori barátság szolgáltatja. A zenénk több irányzatból megközelíti a rock, metal műfajt. Ők következnek. Szépen. Szeretnénk a következő számunkkal a legelső kis fabrikációnk, amit igyekszünk minél jobban bemutatni önöknek. Hallgassátok sok szeretettel! Thank you.
fentről indulsz, lentre tartasz, egyre jobban érzed, fulladsz. Mégis agyasz, mi a válasz? Hajtasz, rontasz, botlasz, átasz. Gyilkos sors, ez nem is kérdés, döntéseid csendes késztetés. Talán egyszer felismerem önmagam, a jót, de addig is felforgatom ezt a mesét, szép bolygót! El kell mondanom, nagyon jól tudom, félek kicsit, de mindkét oldalom vágyik megértésre, szerelemre, békességre. Kell mondanom, nagyon jól tudom, félek kicsit, de mindkét oldalom vágyik megértésre, szerelem, de fékességre. Rémálma is valóra fának, lelkem mélyen érzett fáradt, kérdés meg pipírot kapott, engedsz neki, meg kell halljon a kérdés, amit ő fél. Hogy most mennyit ér? Talán egyszer felismerem önmagamban még a jót, de azt is felforgatom ezt a mesét, szép bolygó. Félek kicsit, de mindkét oldalom vágyik megértésre, szerelemre, fékességre. El kell mondanom, nagyon jól tudom, félek kicsit, de mindkét oldalom vágyik megértésre, szerelemre, fékességre. Utánka az első angol nyelven íródott kis dalunk, ez a Leader. Hallgassatok sok szeretettel. Another guy. Why still we don't?
Köszönjük szépen, plusz meghallgatást. Jó, mindenki jobban járt volna, hogyha kikapcsolt mikrofonba veszek. Na, sziasztok! Az a helyzet, hogy látszik, hogy az út elején vagytok, azért még sokat kell dolgozni, meg mit tudni, de alapvetően csináljátok, főleg azért, mert barátok vagytok, ahogy itt elhangzott, és szerintem az a legfontosabb dolog. Nagyon sok mindent tudnék mondani, akár a szandoktól kezdve, akár a tempó tartást, tehát nem ártana lehet használni egy takjelet, sokszor volt kicsit ingadozó a történet. Éneknél is az intonációknál jelentős volt a mellé-mellé csúszkálás, tehát ezekre majd oda kell figyelni. Én annyit mondanék zeneileg a történetről, hogy azért a modern metalban rettenetesen fontos a szand. És elsősorban a gitárszand. Úgyhogy gondolkozz el, ha az a saját erősítőd volt, akkor gondolkozz el, hogy egy másikra váltasz, mert azért a Fender nem kifejezetten ennek a műfajnak a sajátja. Meg lehet csinálni belőle szandokat, de mivel nem természetesen erre való, ezért nem olyan a teste. Egyszerűen az van, hogy test nélkülivé vált a gitárszandod, és ebbe a zenébe borzalmasan sok test kell. Tehát már én azt javaslom neked, hogy válts erősítőt, és egészen komoly csodákat fogtok tapasztalni, meg más lesz a hatása ennek a történetnek. Illetve, amire még fölhívnám a figyelmeteket, hogy igyekezzetek óvakodni mind a dalszövegekben, mind a zenei témákban a kliséktől. Tehát ha lehet, akkor ezt kerüljétek. Próbáljatok minél egyedibb, minél sajátosabb dolgokra törekedni, mert az, amikor nem hallok vissza egy csomó mindent, amit egyébként ebben a műfajban ismerhetünk, akkor kapom föl a fejem. Ha mindig ugyanazokat hallom, amiket egyébként nagyjából minden hasonló rockbanda megcsinál, akkor az ember hajlamos egy picit elfáradni erre a történetre. Tehát, és ez mind a szövegre, mind pedig a zenei fordulatokra igaz. És még egyetlen dolog, törekedjetek arra, hogy legyenek emlékezetes pillanatok a zenéitekben. Dinamika legyen, a fontos dolgok azok legyenek kiemelve dinamikailag is, és néha kell némi levegőt is hagyni a darálás közben, mert akkor sokkal jobban fog sütni a következő rész. Én kb. Ezeket tudnám elmondani. Bálint. Én is csak pár apró szóban szeretnék hozzászólni a produkcióhoz. Azért is baromi jó, hogy itt vagytok, meg hogy megmérettetitek magatokat, mert kaphat az ember olyan tanácsokat, amiknek a megfogadásával talán egyre magasabb szintre tudja emelni a saját zenéjét. Szinte mindenben egyetértettem a Remóval, kivéve ez egy nagyon jó erősítő, én pont ilyet akarok venni, úgyhogy ez egy szavát se hiddel, de abban nem csak viccelek, de teljesen igaza volt abban, hogy közép hiányos a gitárszand, és gyakorlatilag tényleg nincs egy olyan magja a hangnak, amivel pláne ezeket a viszonylag sűrű riffeket, hogy értelmezni lehessen. Sűvít a teteje, meg nagyon kerek mélyei vannak, viszont azzal, hogy nincsen meg a közepe a szannak, és ez lehet, hogy az erősítővel is azért meg lehet próbálkozni, vagy EQ-pedállal, vagy másfajta torzítóval, de az biztos, hogy ez sokat segít az érthetőségben. A másik pedig, amiben szintén nagyon egyetértek, hogy,
hogy szerintem egy minden jó zenekar, legyen az klasszikus zene, népzene vagy progresszív metal, minden jó zenekarnak az összes tagja nagyon hasonló vízióval rendelkezik egy dal dinamikájával kapcsolatban. És hogy én azt szoktam mondani, hogy ez olyan, mint egy grafikon, amit nagyon hasonlóan rajzolnánk fel mindannyian egy táblára, hogy mi a csúcspontja egy dalnak, mi az, ahol van benne egyfajta megnyugvás. Zenészként én nem értek azzal egyet, hogy olyan zenét próbáljunk megcsinálni, ami feltétlenül majd mindenkinek tetszik, viszont az nagyon fontos, hogy legyen arra egyfajta koncepció, hogy aki hallgatja, annak hogyan tudom eljutatni az üzenetemet. És például ebben egy teljesen tudatos zenei eszköz, hogyha nem azonos dinamikai szinten működik az egész. Akármilyen rohadt jó, elfárad az ember. És mondjuk én nem vagyok annyira szakavatott metal rajongó, de mondjuk a Liquid Tension, vagy a Dream Theater, vagy vannak olyan formációk, akiket nagyon sokat hallgattam egy időben, és hogy azok szerintem ebben a témakörben kiemelkedőek. Azon túl, hogy nyilván a hangszeres játékán mindenkinek dolgoznia kell, de hogy hasonló legyen az elképzelés abban, hogy egy dal dinamikailag hogyan működik, az elengedhetetlen, mert ez az, amivel vezetni lehet a hallgatót. Azon túl, hogy nyilvánvalóan tartjuk a tempót, nyilvánvalóan együtt játszunk, a következő szint majd az, hogy dinamikailag hogyan tud izgalmas, megragadó, vagy emlékezetes lenni a produkció. De nagyon-nagyon köszönjük, hogy itt voltatok, és gratulálok, mindig van hova fejlődni, meg van honnan fejlődni, úgyhogy csak így tovább. Hajrá! Köszönjük szépen! Egy mondatot tennék hozzá, hogy egyetértve azon, amit a Rémo elmondott, hogy a szövegekben igyekezzetek valamivel egyedibbek lenni, ami viszont nagyon jó alap, hogy prozódiailag nagyon jók a szövegek, tehát hogy nagyon jól énekelhetőek. Tehát ez egy nagyon jó alap, amiből tudtok építkezni a későbbiekben. Jó? A következő fellépő Tácsik Dávid Pilisvörösvárról. Ezt mondta magáról. Tácsik Dávid vagyok, Pilisvörösvárról. Körülbelül 3,5 éve gitározom, elektromos gitáron 2 éve. Ezen a tehetségkutatón szeretném megmutatni magamat, és ha lehetőség nyílik rá, szívesen játszanék egy bandában is, hasonló zenei érdeklődésű emberekkel, mint én. 3 dalt fogok játszani, 2 Joe Satriantól és 1 Gary Moore-tól. Köszöntsétek sok szeretettel!
Na, hát imádás van, nem csak azért, mert 30 évvel ezelőtt a három dalból kettőt én is nyomtam,
Hanem azért is, mert akkor én már mit tudom én 10 éve gitároztam, de meg 3 év alatt ezt produkáltad. Figyi, őrület, nagyon örülök, hogy itt vagy, nagyon örülök, hogy eljöttél. Nyomjad ezt, ameddig bírod. Én nagyon nagy örömmel látnálak téged idén a Gitármánia táborba. Gyere el hozzánk, legyél, nem tudom, a zenésztársunk, és gyere oda, élvezd, nézd meg, hogy milyen ott, ahol ugyanolyan gondolkodású srácok vannak, mint te. Még az is előfordulhat, hogy találsz magadnak egy zenekart. Lazán el tudom képzelni, minden évben nagyjából 350 ugyanilyen forma gyűlik össze, és még tudsz belőle sokat profitálni. Nyilván érezhető, hogy te ebbe rettenetes mennyiségű melót tettél. Én tudom, mert én is játszottam ezeket a dalokat. Ez nem úgy működik, hogy az ember csak úgy leakasztja, hanem ehhez oda kell ülni, és meg kell csinálni. Gratulálok neked! Gyere, gyere közénk, gyere, gyere, gyere. Nekem ilyen déjà vu érzésem van, mert kb. 25 évvel ezelőtt a Lukács Peta volt, akit felfedeztünk, és hasonló gitárjátékkal nyűgözte le a hallgatókat. És azt gondolom, hogy hát neked is szép pálya nyílhat a következő években, hogyha itt a Remo szavait megfogadod, hogy akár a Szolnoki Gitármánia táborban találsz zenészeket, vagy akár én is mondhatom, hogy a Tatai Zenemánia táborban is szívesen látunk, és alakítunk ott is zenekarokat hasonlókorú gyerekekből. Talán tanácsot annyit mondanék neked, hogy nem tudom, van egy nagyméretű tükör a szobában otthon? Tehát, hogy játsz a tükörnek egy kicsit, mert hogy most Lukács Peta, akkor, mikor felfedeztük, annyival volt előrébb, hogy ő már megtanulta azt a dolgot, hogy volt tükör a szobában, játszott a tükörnek, és tud mosolyogni. Tehát most, hogy a vizualitás évezredében vagyunk, vagy évszázadában vagyunk, akkor neked is meg kell tanulni ezt a dolgot, hogy a gitárjátékod meg lenyűgöző, csodálatos, de játsz a szemeddel, játsz a mosolyoddal, játsz a mozgásoddal. Ebből lesz egy óriási nagy előadási képesség csiszolása, és tessék zenekar találni. Annyit még mondjál meg nekünk, légy szíves, hogy saját dalokat írsz-e. Kezdj el gondolkodni ezekben is, jó? Sok sikert kívánok! Ha már így hátrahatta a Pista, kiváló zenekarba játszó, komolyan le a kalappal, zseniális volt. Ja, ja. teljesen, tényleg a technikát lebilincselő, tényleg, amit Remo is mondott, hogy hát mi sok időt töltöttünk ezen a pályán, és hát ez ennyi idő alatt nem jutottunk idáig, ahova, tehát ez ígéretes. Hány éves vagy egyszer? Remo kérdezi. Szemtelenül fiatal vagy, gratulálok, abszolút. Jó. Én egy dologra hívnám fel a figyelmedet, hogy az intonál, főleg a lassú nótákban az intonálásra nagyon kéne figyelni, az még ha tempóba fölé nyújtasz, vagy alá, az még elmegy, de lassúnál az kínos. Tehát gratulálok, tényleg zseniális vagy, köszönöm. Igazából minden elhangzott. Szerintem csak egy dologgal érzem úgy, hogy felelős vagyok, hogy elmondjam, hogy most már olyan világ van szerencsére, hogy gyakorlatilag merni kell hatalmasakat álmodni, úgyhogy szerintem az egy nagyon fontos feladat, hogy nyugodtan képzeld el magad, hogy hol vagy 5 év múlva, és ez csak rajtad múlik, úgyhogy Nem arra akarlak biztatni, hogy hagyd el az országot, hanem tényleg csak azt én is biztatni szeretnélek arra, hogy csak így tovább. És tessék hasonló szintű és érdeklődésű emberek körében lenni. Úgyhogy a már említett két tábor az biztosan nagyon, nagyon kiváló táptalaj erre. Úgyhogy nagyon sok sikert kívánunk, és már alig várjuk a saját dalokat és a saját zenét. Úgyhogy csak így tovább. Szívből gratulálunk! A
következő formáció a Bad Acrobats Budapestről. Alternatív pop zenét játszanak. Békési Fanni ének, szinti, Mikolai Petra dob, vokál, Seres Balázs basszusgitár, vokál, Leitner Mátyás gitár. A zenekar évekkel ezelőtt alakult gondolatban, valójában azonban 2018-ban elszületett meg a budapesti Deák tér egy padján. A két srác és két lány alkott a zenekar alternatív pop stílusú zenét szerez, elsősorban angol nyelven. Két kislemez fűződik a zenekarhoz, büszkén állíthatják, hogy az ország legjobb stúdiójában, a Supersize Recordingban és az ország legkeresettebb producerével, Ligeti Gyurival dolgozhattak. Együttműködtek a Moe Hausler világhízű producerrel is, aki több száz beküldött szerzemény közül választotta ki az övéket, Magyar Könnyűzenei Exportiroda programján. A tavalyi Öröm a Zene tehetségkutatón remekül szerepeltek, sikerült bekerülniük a Kárpát-Merencei döntőbe is a Miskolci állomás megnyerésével. Mindenkinek jó versenyzést kívánnak, éljen a rock'n'roll! Éljen is! Nagyon jó itt lenni, köszi, hogy itt lehetünk. Nagyon örülünk, hogy itt lehetünk a színpadon, és hajrá Balatonboglár, nagyon jó ide visszajönni. Sok az ismerős arc, úgyhogy extra öröm. Köszönjük szépen! Hú,
de jó meleg van itt. Nagyon szépen köszönjük két dinamikusabb, gyorsabb szám után. Lezárnánk egy szebb, szerelmesebb, romantikusabb nótával. Köszönjük szépen, hogy itt lehettünk. Mi vagyunk a Bad Acrobats Budapestről. Once again, we have to try. Once again, we kiss goodbye. Between you and me, me. Once again, you have to be the person I wanted you to be. Thank you.
really have to ask for things you know. Köszönjük szépen! Még egyszer mi voltunk a Bad Acrobats Budapestről. Sziasztok, streamen nézők! Örülünk, hogy követtétek. Yeah! Nálam maradt a mikrofon, úgyhogy gyorsan kezdem akkor én. Szívből gratulálok! Nagyon-nagyon jó volt benneteket hallgatni. Nagyon ízléses az egész. Nagyon jól van használva az SPD. Az egész egy teljes zenekari hangzás. És én nyilván még a nap elején vagyunk, de hogy az nyilvánvaló, hogy ez a tizenétek. És nekem ez az egyik szívet melengető dolog, hogy azt látom, hogy ide jönnek emberek, és megmutatják azt, amit ők hoztak létre az elejétől a végéig. Úgyhogy szívből gratulálok, nagyon-nagyon sok sikert kívánok. Hajrá! Bár én elfogult vagyok, és hát mondjuk, mit tudom én, tizenvalahány éve Fanny rajongó, tehát ez talán így azért érdekes, mert ugye végignéztem egy csomószor a ti összes próbálkozásotokat. Én nagyon sokszor láttalak már benneteket játszani, és nagyon mindig azt gondolom, hogy nem tudtok nekem majd újat mutatni, és én nekem mindig új, és ennek annyira örülök, és figyelj, ezért gondolom azt, hogy már rég a rádióba kéne szólnotok. Én már tavaly is így gondoltam, mások nem így gondolták, de az nem azt jelenti, hogy nekik van igazuk. Tehát figyelj, a nagyon király zenekar vagytok, és tényleg önazonos, ami szerintem igen ritka, és ti tudjátok, hiszitek, teszitek, minden rendben van. Gratulálok! Akkor én azt mondom, hogy Petra szerelmese vagyok, és rajongója vagyok, ami nyilvánvalóan egyensúly beállítás legyen. Alapvetően ugye sokszor találkoztunk már sok tehetségkutatón, és hogy igazából csak kérdések merülnek fel bennem, hogy jó hallgatni, abszolút, és azt is mondom, nem csak rádióba valók vagytok, hanem televízióba kellene látni benneteket. El tudom képzelni az óriási kórust mellettetek, amit a kedves művésznők itt lerendeznek itt a 120 tagú kórussal, és minden nagyon rendben van. Az vetődik fel bennem, hogy ha meg akarjátok győzni a magyarokat, akkor nem lehetne magyarul is dalokat dobni ki. Ezt már tudtok most válaszolni? A zsűrit meggyőztétek szerintem, a közönséget lehetne jobban magyar szöveggel, és egy példát tudok mondani, szerintem pont akkor voltatok Tatabányán is, amikor a Margaret Island angolból váltott magyarra. Én megpróbálnám vele, de nyilván ez a ti dolgotok, hogy eldöntsétek ezt a világot, én sok sikert kívánok az elképzeléseitek megvalósításához. Köszönjük szépen akkor! Következik a Tyson és a Havarok Balaton Szabadiból. Alternatív rockot, illetve prog rockot játszanak. Fink Dániel dobol, Péter Zoltán basszus, gitár és ének, Újlaki Béla gitár és ének. A Tyson és a Havarok saját dalokat játszanak trió formációban. Köszöntsék őket sok szeretettel! V
Forgószét című nótán következik Újlaki Béla előadásában. Szépen köszönjük, mi vagyunk a Tyson és a Havarok, és hogy most a Nem vagy egyedül című számmal folytatnánk. We'll be right back.
magad végre, tér vissza a jelenbe, mutasd meg, hogy ki vagy, nem üntesd magad, élj úgy, ahogy érzel, hogy a legjobb minden a világon, te vagy az élet, te vagy az erő, te vagy a benne élet. Nagyon szépen köszönjük, mi voltunk a Tyson és a haverok. A dobok mögött Flink Dániel, basszusgitárnál Péter Zoltán Tyson, és végül Újlaki Béla. Köszönjük, Balaton Moglár, sziasztok! Sziasztok! Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek, és megint előadtátok a sztorit. Még mindig nagyon rajongok azért a saját készítési gitárért, tök jól szól, nagyon rendben van. Az egy nagyon komoly dolog, hogy te ilyenekkel foglalkozol. Remélem, hogy másoknak is csinálsz majd ilyen gitárt, mert engem például tökre érdekelne, hogyha ha kipróbálhatnék egy ilyet, úgyhogy... Tényleg? Na, hát engem is nagyon izgat ez a dolog, a formavilág is, meg egyébként hallom, hogy nagyon kiváló, nyers, természetes hangzása van, úgyhogy ez nagyon tetszetős dolog. Gratulálok, köszönöm szépen. Sziasztok, én is gratulálok. Nekem a 80-as évek rockja jutott erre az egészről eszembe. Én azt gondolom, hogy hátráltat benneteket az, hogy nincs egy frontember. Kellene egy frontember, mert a hangszeres dolgok rovására megy, hogy az énekre koncentráltok. Én mindenképpen javasolnék egy frontembert, aki maga hátára veszi a csapatot és viszi, és akkor jobban tudnátok koncentrálni a hangszerekre. Úgyhogy gratulálok, egy kicsit visszautaztunk az időbe, úgyhogy köszönöm. Most debreceni kis Helka következik, Citrán fog popzenét játszani. A sémákból való kiszakadás, a kísérletezés, a különböző zenei stílusok fúziója jellemzik Helkát. Szenvedélyesen rajong a régi dalok iránt, talán ez vezette őt a népzenéhez. Zenéjére a magyar népzene mellett a környező népek népzenéje, az improvizáció és a klasszikus zene is hatással van. Saját dalai számára fontos témák köré épül, kegyetlenül őszintén. Fogadják sok-sok szeretettel! Pörögnek szélszárnyán gondolataim, potyognak könnyeim, érzelmeim ikár lependik, repülve rejteném. Szögdösnek a szavak a fejemben, nyúlok utánok, félszeg részeg vibráló képek feszülten táncolunk. Hagyjatok időt nekem, hagyjatok, hogy egyedül legyek. Hagyjatok időt nekem, hagyjatok, hogy egyedül legyek.
Tatlan ólom paplan borít bángám, sűrű örvény sodor messze, végre egyedül leszek. Adjatok időt nekem, adjatok, hogy egyedül legyek, adjatok időt nekem, adjatok, hogy egyedül legyek. Come.
kedves művésznő, nagyon köszönjük, hogy Helka produkciós névvel jöttél ide a Balatonra, ez nyilvánvalóan nagyon kedves így a szívünknek, hiszen van itt egy Helka hajó is, és legendája, de térjünk a zenére. Azt gondolom, hogy egy ilyen városi gyönyörű folkot hoztál, és nagyon remélem, hogy ezek mind a dalszövegeid, ugye? Gratulálok. Hány éves vagy? Azt a 700-át. És miért nincs zenekarod? Folyamatban van. Szóval azt kívánom neked, hogy annyira gyönyörű, szívet melegentő dalokat írsz, hogy ezt nagyon jó lenne hallani egyrészt mindenképpen zenekarral, egyrészt mert ad lehetőséget a vokális kidolgozásokra, ad lehetőséget arra, hogy téged gyönyörűen megtámasszanak mély hangokkal a basszus, dob, stb. És ha van ilyen bátorságod, én nagyon bátorítanám ezt a kísérletet. A másik pedig az, hogy amikor így megjelentél, akkor azt néztem, hogy így a szép fehér-kék ruhád olyan voltál, mint egy angyal a felhőn, és angyali hangon szólaltál meg, úgyhogy nagyon szeretném, hogyha a saját dalaid esetleg hangszeres kísérettel szólalnának meg, de én akkor is örömmel hallgatom, hogyha ezt hangfelvételen egyszer csak közzé tudod tenni, és lehet téged hallgatni. Én gratulálok neked. Én is gratulálok, nagyon felüdítő volt ezt hallani. Imádtam ezt a kis ilyen naív cuccot, és közben meg tök jól játszol a hangszereden. Látszik, hogy azért ez nem ma kezdted ezt a dolgot. Igen, volt olyan pillanat, amikor én is éreztem azt, hogy mit tudom én, egy kahonnal, egy hegedűvel, ez igencsak brutál lenne ez a történet. Meg esetleg, hogyha mivel vannak refrényeid, ezért ott nem ártana, ha igen, esetleg mondjuk egy másik hangszeres még tudna segíteni énekelni, meg ilyenek. Szóval nagyon-nagyon-nagyon ígéretesnek érzem ezt az egész dolgot, és ami a legfontosabb, hogy nálad is látszik az önazonosság, meg hogy ez egy egyedi történet. Tehát ez nem összemérhető számomra mással, ez Helka. És akkor ez így nekem ez így teljesen rendben van. Gratulálok, nagyon bejött. Én annyit szeretnék hozzátenni, hogy nagyon-nagyon üdítő ez a szövegvilág. Tehát, hogy ez a fajta, akár az őszintessége, akár a játékossága, az nagyon-nagyon meggyőző. És nagyon örültem, hogy a két dalból az egyik az egy kicsit vidámabb, kicsit húzósabb, humorosabb. Nagyon sokat merít abból a magyar alternatív hagyományból, ami mondjuk a Kextől vagy a Nyeső Maritól van, tehát, és ezeknek a női megszólalásoknak nagyon nagy értéke van. Nagyon szépen köszönöm. Most a Heavy Mountain Olympia következik Pécsről. Pop, illetve rock stílusokban játszanak. Borbás Máté Oliver gitározik és énekel, Szula Gergely dob és vokál. A Heavy Mountain Olympia Borbás Máté Oliver és Szula Gergely duója. Alapjaiban rock és popzenei sémákra épülő dalokat írunk, de a progresszív rock és a metal és egyéb gitárcentrikus alternatív zenei stílusok elemeivel is kiegészítjük ezeket. Egyaránt írunk magyar és angol dalszövegeket is. Középiskolás korunk óta ismerik egymást, azóta zenélünk együtt különböző formációkban. Többször is próbálkoztunk ketten zenekart csinálni, de ezekből sosem lett igazán semmi, egészen egy évvel ezelőttig. Az első koronavírus hullám és a karantén előtti és alatti szabadidőnkben kezdtünk el komolyabban foglalkozni ezzel a projekttel, majd próbálni. Ekkor nőtte ki magát egy számunkra nagyon fontos projekté, a Heavy Mountain Olympia. 2020. augusztusában adtuk ki az első dalunkat, azóta is havonta egy dalt és az ahhoz tartozó klipet jelentetjük meg. Köszönjük! Az első dalunk a Akku címet viseli. We'll be right back.
Elmondod a másikat? Ja, a következő dalunk az a Fát ültetni című, szintén magyar szövegű számunk. Távolban a szürke ég alatt köd is olyan tejfehér. Látom, hogy jön felém a temetett gödrök főterén. Megáll egy gödör előtt, az övé és üres. Szédítő mélybe bámul az alja. Szépen. Mikrofon para van, akkor most egy angol dal fog következni.
emlékezni, amit Isaac Asimov munkássága ihletett. És az ő szövege. És az ő szövege, igen, van benne. Úgyhogy ezt fogjuk eljátszani, hogyha megoldódott a mikrofon dolog. Nagyon jó végre koncertezni, mert eddig nem koncerteztünk egy éve. Úgyhogy most gyakorlatilag kicsit izgulunk, meg ijesztő, meg baki is, meg minden. De jó, ja.
Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Van még időnk egy dalra? Vagy nincs. Vagy nincs. Akkor nincs, gondolom. Akkor nincs. Jó, akkor köszönjük, csak azért szépen, mi voltunk még egy, igen. Heavy Mountain Olympia Pécsről. Köszönjük a lehetőséget, és hogy meghallgattak minket. És remélem, jól szórakoztak, akik esetleg nézték. Kinyomod a boostert. Figyeljetek, nagyon-nagyon érdekes, amit csináltok, illetve hát annyiból azért nem egyedi, mert ugye a Baron Mantis is egy hasonló felállásba kent, és nekik is elmondtam annó, hogy sajnos bármennyire is ügyesen kezeled ezt a gitárhang dolgot, tehát tényleg vastag, mint a teve szar, akkor is azt kell mondjam, hogy ugye mivel a basszusgitár az egy teljesen más funkció, tehát egyszerre nem tudod ugyanazt ritmizálni, mint amit ő csinálna, ezért lehet, hogy felvételen ez megoldható, de élőbe ez gyakorlatilag lukas hangképet eredményez, amitől ugye általában aki zenével foglalkozik, az nem nagyon tud elvonatkoztatni. Tehát attól, hogy mindig híja van ennek a sztorinak, és nagyon úgy éreztem, hogy ez rá is nyomja a bélyegét. Egyrészt nem tudsz más csinálni, mint hogy megpróbálod végig telíteni ezt a történetet, ami pedig téged fog behatárolni. Ezért, hogyha nem akartok hangszeres zenészt bevenni a csapatba, akkor én azért azt javaslom, hogy ez a fajta zene, amit ti csináltok, ez simán elbírna egy HD-t, vagy egy laptopot, amivel tulajdonképpen felszabadíthatnátok magatokat. Igaz, akkor nyilván takra kell játszani, meg mit tudom én, de mégis azt gondolom, hogy ha a teljességre törekedtek, akkor ezt legalább élőbe, sessionökkel, vagy nem tudom, szóval, hogy ezt próbáljátok megoldani, mert így abba a hibába is beleestek, hogy ugye van énekeltek, és akkor van egy hangszeretek összesen, ami egyáltalán harmóniát, melódiát kísérni tud. Tehát muszáj valamit ezzel a sztorival kezdeni, hogyha nem akarjátok, hogy ez hiányos maradjon. Ebbe a Baron Mantis is belefáradt egy idő után, és ugye nem tudják az emberek ezt persze tudatosan, hogy mitől van ez az egész dolog, de ugye nem lesz nektek meg az, hogy változatossá tehessétek a zenéteket. Nekem ez a véleményem, ezzel együtt egyébként nagyon egyedi a törekvésetek, és azt gondolom, hogy rendkívül érdekes és jó úton haladtok, és egyébként szerintem tök jó zenészek vagytok, úgyhogy én gratulálok nektek. Igen, alapvetően ez a space-es, atmoszférikus post-rock történet, ez pont arról szól, ugye, hogy atmoszférát teremtsetek, és ehhez valóban ketten kevesek vagytok így. Kicsit olyan szoba jellege van így, tehát mondtátok is, hogy hát nyilván nem volt koncert mostanában, hát, úgyhogy erre nem lehetett gyúrni annyira, de ahhoz, hogy ez szintet lépjen, és kijöjjön ebből a szoba jellegből, ahhoz legalább élőben mindenképpen kellenek szerintem is még zenészek hozzá, mert ez ugye felvételen ezt még mondjuk meg lehet oldani. A színpadképpel kapcsolatban csak annyit mondanék, hogy nem az a baj, ha valaki bakizik, hanem hogyha egyértelműen ez közli is a közönséggel. Igen, rád gondoltam. Tehát szerintem ezen gyúrjál mindenképpen, mert nem az a baj, ha éppen valamit nem találsz el, de az, hogy ennyire ezt közölt felénk, az viszont az durva. Egyébként a soundok szerintem rendben voltak, a dobolás, a gitározás is szerintem stílushű, teljesen rendben van a dolog. Köszönjük, ennyi részemről. Most a Túlzászenekar következik Szombathelyről, K-pop stílusban.
Markó Gyula dobol, Kovács Benedek ének basszusgitár, Gáspár Patrik gitár, Böcskei Flóra vokál. Rövid bemutatkozásuk, egyenesen a szombathelyi hajléktalan szállóval szemből a túlzás. Utánuk egy kis ebédszünet következik, 3:30-kor folytatunk újra mindent. Köszönjük szépen, hogy itt lehetünk. Az első számunknak az a címe, hogy TV Maci. Úgyhogy ebben a szellemiségben akkor meg is kezdjük. Thank you.
az egyes számon óta. Most egy kicsit pörgősebb következik. Annak az a cím, hogy Szex 2, ezt egyébként, aki volt Szombathelyen, az már hallhatta. Mert ott játszottuk. Egy pengetőt esetleg valaki fel tud nekem kínálni? Yes. Ez volt az, köszönjük. Hogy ne legyen nagy befolyás a királynő. Azt mondták, minden csak a szexről szól. Miért ne szólották a szexkötő néhány szó? Miért nincs a szexkötő? Legyen már szexkötő. Miért nincs a szexkötő? Legyen már szexkötő. Miért nincs a szexkötő? Legyen már szexkötő. Ezért egy úszapron tagás ablakában egy 200 kilós nő keffélése közben ő tapaszt a segged az ablakra és írjad bele a párába, hogy kérlek minden redőrtől, hát hogy meg nincsen szex. Mindenit. Köszönjük szépen. Jó kis K-pop volt.
Azt szerettem volna megkérdezni, hogy ki az a Légrádi Antal? Ki volt? Vagy ki az? Rendben, benne vagyok. Jó, na, minden esetre köszönjük szépen akkor, hogy jöhettünk. Köszönjük. Bocsánatot, minden technikai felkészültség. Gratulálok a zenekarhoz. Azt gondolom, hogy úton vagytok, meglehetősen érdekes úton. Nekem nagyon tetszik, hogy zenekaroknak magyarázni mindig azt, hogy mit kell a színpadon csinálni, azt nagyjából ti tudjátok, azt gondolom. Tehát, hogy érzelmeket látok, arcokat látok, nagyon jó, hogy vokális ének van, és nyilván a fejlesztésben még van hátra azért itt egy-két dolog, amit csinálni kell. Mióta csináljátok egyébként? Hát ebben a felállásban, hogy a hölgyemény is velünk van, úgy kb. Három hete, aha, de amúgy úgy, hogy én vagyok a zenekes, úgy mondjuk 2 hónapja, de maga a zenekar az 2 éve áll fönn. Értem. Tehát, hogy akkor tulajdonképpen megvan az alapja annak, hogy örömet teremtetek a közönségnek, és azt gondolom, hogy ezen az úton tovább is lehet menni, mert hogy tudtok bulit csinálni, az szinte biztos vagyok benne. Úgyhogy én gratulálok ehhez a tanulási folyamathoz, és hajrá! Köszönjük szépen! Köszönjük szépen!